kupa igazából az a verseny, amit minden gyerek nagyon-nagyon szeret. Minden évben kapnak valamit, ami újdonság. Csokiszökőkút eléggé frekventált helyre került, úgyhogy folyamatosan 8-10 lakmároztak belőle. Komoly felkészülési versenynek tekintik ezt az eseményt. Hát nagyon élveztem, a körülmények nagyon jók voltak, nagyon jól fújt a szél. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült egy ilyen népes mezőnyt összehívni. Versenyzők, figyelem! Lehet vízre szállni 11-kor rajt! Három hajóosztály indult. Legnépesebb az Optimist. Az Optimistben 157 gyakorlatilag rekordszámú résztvevőnk volt. A mezőny az nagyon komplikált és nehéz volt, mivel is annyi gyerek volt. Például kis OP-ba 32 lány indult, aminek különös örömet okoz, hogy végre növekszik a lányok részvételének az aránya is. Jól látszik, hogy az a munka és az a szeretet, amit belerakott a csapat abba, hogy megalakult a Csoki Kupa, az eljutott külföldre is. Most már olaszok, osztrákok, lettek, horvátok, illetve a környező országokból érkeznek hozzánk versenyzők, hogy össze tudják mérni erejüket a magyar csapattal. Az osztrákok nagyon erősek voltak, főleg nagy célban nagyon jók voltak, és szerintem hát a legjobb magyarok is itt voltak. Négy 20-as osztálynak szintén ranglista verseny volt, és még volt egy harmadik osztály, ami most kezd megkonosodni Magyarországon, a 29-es. Egyelőre csak nálunk vert gyökeret ez az új osztály, de nagyon bízom benne, hogy a többi egyesület is a saját vállalásait teljesítve csatlakozni tud ehhez a programhoz. Örültem, hogy volt elég szél, mivel és sikerült hétfutamot megrendezni. Szerintem a BC is eléggé örült az, hogy volt elég szél, hogy tudtunk elég futamot csinálni, és ezért szerintem ez elég szép verseny volt. Az első nap ilyen középszél volt, második nap már jobban fújt, és így a harmadik napra így itt a végére nagyon leállt. Hát mindenképpen a második nap, amikor nagyon fújt a szél, az nagyon fárasztó volt. Nagyon kellett koncentrálni. Nagyon jó lehetőség volt ez arra, hogy ilyen erős szélben és nehéz hullámzási viszonyok között gyakoroljunk. Igyekeztünk a versenykiírást is felülírva több futamot kicsikarni a rendezőségből, és ebben volt némi rugalmasság, hogy minél többet tudjunk menni a fiúkkal. És nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a srácok ebben az általuk még eddig nem ismert és nem megtapasztalt viszonyok között is jól helytáltak. Nagyon motiváló és
és örömteli lenne, hogyha gyorsan kapnánk versenytársakat. Ugye a Optimistben a legnehezebb dolog az, hogy a hullámokat úgy kell venni, az, hogy ne jöjjön be sok víz. Tengeren sokat vitorlázom, és így a hullámokat ott is sokat tudom gyakorolni. Optimista frontálisan szokott ütközni a hullámokkal, ami nem olyan könnyű uralni azt, hogy frontálisan ütközik mindig, és ezért sokat lehet veszíteni minden hullámmal. Tehát igazából a legnagyobb veszély a hullámokban a megállás. Nagyon gyors, tehát megállsz, és utána bejön a víz, és az nagyon rossz. Tehát hogy utána ki kell menni a hajódat, ami még több energia. Versenyszponzorai mind édesipari cégek. Különféle édességekkel támogatják, mégpedig úgy, hogy minden futamnak a győztese más-más édesség gyártó cégnek az ajándékát fogja kapni majd a díjkioszton, ami hamarosan lesz. Viszont egy csoki hajónak nevezett 50-es cirkáló is kint volt a befutók közelébe, és a jelentkező gyerekek, abból volt szép száma, kaptak mindig ajándékot. Ezzel remélem, hogy azt az energiát, amit a hullámok meg a szél legyőzésére fordítottak, azt tudták pótolni. A parton ugyanolyan küzdelem vár a gyerekekre, hiszen mikor vége a versenynek és bejönnek a gyerekek a vízről, nincs az a mennyiségű sós vagy édes finomság, ami el ne fogyna. A sok közös vacsora, reggeli, a csokiszökőkút azért összehozza a gyerekeket. Ennek legkevésbé talán a szülők örültek, mert mindenkinek van mosnivaló pólója, amiből a csokit elég nehéz kiszedni. Tehát valahol ilyen 40 kiló körül lehetett az a mennyiség, amit elfogyasztottak 30 perc alatt. A 8. csoki kupa, reméljük még lesz legalább 18, úgyhogy igyekszünk.